A második rajt most már jó. Tehát fölülről a negyedik Darnyi Tamás, és alul a képernyő aljától számított második pályán úszik Alex Baumann. Egyelőre nagyon belekezd a kettes pályán Pablo Morales, de nem véletlen, hiszen mint említettem, a 100 méteres villangóúszásban világbajnoki címet nyert itt Madridban, és nagyon jól kezd Darnyi mellett Vadim Jaroszlyuk is. Darnyi részideje 27-16, tehát 5 tizeddel jobb, mint délelőtt volt a részideje. És ezzel negyediknek fordult. A hátúszásban föl kellene jönnie Moralesre, és föl kellene jönnie Jaroszlyukra. Egyelőre Alex Baumann nem mutat valami nagy formát. Darnyinak kellene jönni, mert Morales biztosan vezet. Jaroszlyuk a második, és Tamás a harmadik pillanatban. Elsőként fordul Pablo Morales. Nagyon rosszul jön ki a fordulója Darnyinak. Teljesen lelassult, kicsúsztatott egy tempót. A mellúszás nem különösebben erőssége. Darnyi részideje 58-07. 59-05 volt délelőtt, tehát van benne tartalék még, ez azt mutatja. Baumann csak hetediknek fordult, tehát úgy fest a helyzet, hogy Darnyinak a dobogóért Moraleszel, Jaroszlyukkal kell elsősorban küzdeni, és nagyon jön fel az NDK-beli Reiner Sternál is. Darnyi most már mellúszásban följött Vadim Jaroszlyuk mellé, másodiknak fordul, Jaroszlyuk kezdi elsőnek, világcsúcs részidőnél jobb részidővel az utolsó 50 méter. Darnyi Tamás fokozatosan jön föl. Kettejük között dől el a verseny, ez most már úgy tűnik majdnem biztos, aztán beleerősít a hetesen Alex Baumann is. 25 méterrel a cél előtt Darnyi vezet valamivel Vadim Jaroszlyuk előtt, Baumann lemaradva. Most már Darnyi teljesen tisztán az élen. Darnyi féltest hosszal vezet, 10 méter van még a célig. Darnyi most már 5 méterre van csak a céltól, és nem lehet tőle elvenni a világbajnoki címet. Ebben a pillanatban Darnyi Tamás második világbajnoki címét nyeri Madridban. Fölényesen, ha szabad ezt mondani, leiskolázva nemzetközi mezőny.